Kedves testvérek, érvényben lép a kiárási tilalom, legalábbis a részleges egyenlőre. Ez azt is jelenti, hogy a következőkben nem fogunk tudni még szabadtéri szentmisét sem bemutatni egy ideig, és marad csak a közvetített misének a lehetősége. Kedves híveknek is köszönöm a kiállást, helytállást. Mindenkinek nehéz, hogy távolságot kell tartani egymáshoz. Mindenkiben talán ott van az, és bennem is, hogy most mindenkit megölelnék, de nem lehet. De higgyünk abban, hogy ez az idő elmúlik, és ha ismét jobbra fordul a helyzet, és a Jóisten majd jobbra fogja fordítani, akkor ne felejtsük el azt, hogy most nehezen viseltük el ezt a távolságot. Ne felejtsük el azt, hogy megöleljük magunkat, majd egymást majd azután. Ne felejtsük el azt, hogy tudjunk örülni egymásnak, hogy zavartalanul kimenjünk a szabadba, éljünk szabadságunkkal, és értékeljük Istennek csodálatos világát, és életünk minden pillanatát, mint egy nagy-nagy ajándékot. A mai olvasmányban, Szentleckében, az Efezusi levélben van egy olyan mondat, mondja Szent Pál, ti egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok. Éljetek hát úgy, mint a fénynek a fiai. És mi azért vagyunk világosság, mert van hitünk. És ez a hit erősítsen meg bennünket, és tegyen bátrakká. Ne keseredjünk bele. Igen, hordozzuk a félelmet, mindenki, mindenkiben ott van a szorongás, bennem is, mindenkiben. De ne adjuk fel, inkább a hitünkből táplálkozzunk. Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy mikor választotta tanítványait, hogy majd egy ilyen exquisit, mindenre biztosított társaságba hívja őket. Nem lesz betegség, nem lesz megpróbáltatás, nem lesz üldözés, de igen. Azonban az Úr Jézus azt mondta, hogy aki benne hisz, az nem vész el soha. Ezért mi is ezzel a hittel éljük meg a mindennapjainkat, és ezzel a hittel rendezkedjünk be, betartva azokat az előírásokat, amelyeket megfogalmaznak számunkra, alkalmazkodva ahhoz, hogy magunkat védve, magunkra vigyázva egymásra is tudjunk vigyázni. Én így kívánok mindenkinek sok-sok kegyelmet. Nem valószínű, hogy hagyományos módon fogjuk megünnepelni a húsvétot ebben az évben, de ezért ne keseredjünk el. Megünnepeljük lélekben, együtt. A Jóisten áldása legyen mindenkin. A híveken, a betegeken, az ápolókon, a hatóságokon, a gyászolókon, mindenkin. És kérjük, a Jóisten óvja meg ezt a világot, és óvjon meg bennünket.